Idén a Compact Disco együttes képviseli Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon. A csapat nemrég járt Erdély média körúton, hogy az itteni magyarokkal is megismertessék a versenyző dalt, és azzal a nem titkolt szándékkal, hogy szavazatokat gyűjtsenek. A Compact Disco zenészeivel Pap Levente beszélgetett. Compact Disco képviseli Magyarországot az idei Eurovíziós Dalfesztiválon. A kritikusok elég sok negatív kritikát is kaptatok a dalra, de ezt most hagyjuk. Nagyon sok pozitív kritika volt, de mindenki azt mondta, hogy valamilyen szinten ti kakukktojás lesztek, mondjuk az orosz öreghölgyek mellett, mert nem egy hagyományos, csiricsári, semmit mondó dallal jelentkeztetek az Eurovíziós versenyre. Ez szerintetek előny vagy hátrány lesz? Érdekes, hogy pont az orosz versenyzőt említetted, mert pont utána következünk egyébként majd a versenyben, az elődöntőnkben. Beszélgettünk sokat erről a srácokkal, és úgy gondoljuk, hogy ez csak előnyünkre válhat, és úgy gondoljuk, hogy nagyon sokan oda fognak figyelni ránk, mikor elindul a dal, vagy éppen meglátják azt, hogy éppen hogy nézzünk ki, vagy a színpadi kinézetet, úgyhogy mindenképpen előny. Igazából van 41 dal, ami hozza a megszokott Eurovíziós színvonalat, és tehát mi ki fogunk lógni a sorból, ezért jobban oda fognak ránk figyelni, remélhetőleg azért az üzenet is át fog nekik menni. Ezt akartam mondani, megelőztél, hogy ennek a dalnak egy komoly üzenete is van. Mit akartok ezzel üzenni a Európának és gyakorlatilag a világnak? Igazából röviden annyi az üzenete a dalnak, hogy próbáljunk meg a szűk környezetünkben lévő emberekre odafigyelni, és akkor sokkal jobb lehet minden. Tehát azt tettük észre, hogy elég körbenézni, hogy mondjuk az elmúlt évben mi történt a nagyvilágban. Nyilván a nagy dolgokban hirtelen nagy változásokat nem lehet hozni, de hogy egy picit élhetőbb legyen az életünk, meg a környezetünk, ahhoz az kell, hogy az ember odafigyeljen a körülötte lévő emberekre, és ha ez megvan, akkor már egy lépést tettünk. Az Eurovíziós Dalfesztiválon mindig is nagyon sokat számított a színpadi kép. A Compact Disco mivel készül? De ebben nagyon nagy segítségünkre volt, és illetve van Kenta úr, akivel együtt kitaláltuk végül is azt, hogy a színpadon mi jelenik meg. Igazából zenekarként fog megjelenni a színpadon, ahogy a dal címűsorban látotta a közönség, viszont egy nagy földgömböt fogunk a színpad közepére elhelyezni, ahol vetítések fognak menni. Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy ez, és egyébként ezt a technikát még senki nem alkalmazta, úgyhogy ez is egy ilyen áttörő történet lesz. A budapesti zsűri szinte mindig emlegette az Eurovíziós elvárásokat. Hogy gondoljátok, ti ezeknek megfeleltek, illetve milyen tanácsokat kaptok, mielőtt kiérnétek Bakuba? Igazából pont ez a lényeg benne, hogy Csabi is említette, hogy mi egy létező zenekar vagyunk, 4 éve együtt vagyunk, folyamatosan koncertezünk, nekünk van egy megszokott munkamenetünk, van egy megszokott életünk, ahogy a színpadra felállunk, nem szeretnénk elvárásoknak megfelelni, mert akkor már nem önmagunk vagyunk. Úgyhogy azt gondolom, hogy a magyar nemzeti döntőben is azért tudtunk sikeresek lenni, mert önmagunkat adtuk a színpadon. Természetesen meghallgatjuk a tanácsokat, és jól lesnek a segítő mondatok. Ugye Wolf Kati tanácsa volt talán a legfontosabb, hogy legyünk önmagunk, és hagyjunk nyomot. És ennyi igazából. Erdély média turnén vesztek részt, ez azt jelenti, hogy rengeteg interjút adtok, elsősorban azért, hogy az erdélyi közönség is jobban megismerjen benneteket. Magyarországról nem lehet szavazni. Hogy gondoljátok, milyen támogatást kaptok a határon túlélő magyaroktól? Természetesen számítunk a határon túlélő magyarokra egyértelműen, de egyébként a legfontosabb az, hogy nagyon sok emberhez szeretnénk, hogyha eljutna a dalunk, és hogyha elgondolkodnának magon az üzeneten, és hogyha tetszik nekik a dal, akkor természetesen számítunk a szavazatokra. Májusban elődöntő, majd döntő, és tessék szavazni a Compact Disco-ra. Fejezzük be azzal, hogy találkozunk júniusban, amikor majd bemutatjátok az aranyérmet is. Úgy legyen. Köszönjük. Köszönjük szépen. Pap Levente rádiós kollégámat köszöntöm a stúdióba, szervusz! Szia, Jutka! Milyen volt a velük való találkozás, az együttes tagjaival való találkozás? Milyen
Igen. Bocsánat, nagyon kedves, közvetlen emberkék, és lévén, hogy nem csak a Kolozsvári Rádiónak, illetve a Kolozsvári Televíziónak adtak interjút, hanem az írott sajtónak is. Szinte egy egész délelőtt velük voltam, és a kiadójuk engem bízott meg, hogy ezt a kolozsvári és a marosvásárhelyi interjúkat koordinálja. Te leutaztál velük Vásárhelyre? Nem utaztam le, viszont a vásárhelyi interjúkat is én koordináltam, úgymond, és tárgyaltam le. Nagyon kedvesek, és utólag megköszönték, hogy ilyen hajcsár szerepet vállaltam fel, mert gördülékenyen ment minden, és idejében elértek. És hogy érzed, megnyerték az erdélyi közönség tetszését? Kapnak szavazatot? Én úgy érzem, hogy már azzal, hogy ők vették a fáradtságot, és eljöttek egy erdélyi média turnéra, hogy megmutassák magukat az erdélyi közönségnek, és a határon túli magyaroknak általában, mert voltak délvidéken, és még lesz hasonló média turnéjuk, már ez egy pozitívum, hogy, mert sok sztár azt mondaná, hogy minek. De ők tényleg vették a fáradtságot, és lejöttek, úgyhogy biztos, hogy ez egy pozitív dolog. Levente, az elmúlt évek tapasztalatai alapján milyen esélyt látsz arra, hogy a Compact Disco nyerjen, vagy legalábbis előkelő helyen végezzen az Eurovízión? Sajnos semmi rokoni viszonyban nem vagyok Nostradamusszal, úgyhogy ez ügyben nem tudok nyilatkozni. Szakmailag azt mondhatom, hogy a Compact Disco egy picit kilóg az Eurovíziós sorból ezzel Miért? A dalával. Mert egy picit komolyabb, kevésbé úgy mondom, hogy csiricsári hangnemet ütnek meg, és ez mindenképp kilógatja őket a sorból. Mondjuk ezzel, ezzel a kijelentéseddel minősíted az Eurovízió színvonalát? Vagy nem, a csiricsári nem feltétlenül negatívú. Nem pejoratív értelemben egyáltalán mondod. Nem, ugyanis az első Eurovízió nyertese az abba, és róluk csak pozitívan lehet nyilatkozni, tehát ez a csiricsári, ez nem, egyáltalán nem negatívum. Tehát mindenképp kilógnak a sorból, és gondolom, hogy ez nekik mindenképp egy pozitívum lesz. Előnyt mert, jelenthet. Igen, mert azt mondja a közönség, hogy na végre valami más. Uh-huh. És a dal azért olyan, hogy megmarad a fülekben. Van-e valamilyen recept, hát idézőjelben recept az Eurovíziós sikerre? Szerintem, hogyha lenne recept, akkor nagyon sok együttes ezt alkalmazná, és rengeteg ember tolongana. Nincs. Mindenképp az nagyon fontos, hogy a színpadi kép megnyerje a nézőket. Illetve a dalt egyszer-kétszer hallják, legalábbis a helyszínen előadva, egy olyan dalnak kell lennie, ami egyből megragad. Valamiért, vagy a szöveg, vagy a dallamvilág. Ez nagyon fontos recept, úgymond. A magyar résztvevők közül eddig kinek volt a legnagyobb sikere? Eddig a 90-es években Bayer Friderika ért el egy negyedik helyezést. Érdekes, hogy az Eurovíziós Dalfesztivál után úgy elfelejtették. Nagyon-nagyon pozitív visszhangja volt viszont a Nox együttesnek, néhány éve ők képviselték Magyarországot, tehát az európai és nem csak az európai média rendkívül pozitívan nyilatkozott a Noxról, bár ők nem értek el nagy sikereket, annak ellenére, hogy az elődöntőben első helyen jutottak tovább, de mégis az az együttes volt, amely pozitív kritikát kapott a sajtó részéről, és a fesztivál után is nagy sikereket könyvelhettek el. Nagyon jó megítélése volt még Rúzsa Magdinak is, ugye ő is versenyzett, és még mindig a csúcson van. Tehát a lényeg most, hogy határon innen, határon túl, most a Compact Disco-nak érdemes szurkolni. Hát érdemes szurkolni, és ne sajnáljuk azokat az SMS-eket, mert azt tudjuk, hogy Magyarországról nem lehet szavazni a magyarországi indulókra, tehát legalább mi fogjunk össze, mert ugye a volt szovjet tagállamok mindig mondják, hogy egymásra szavaznak, legalább mi szavazzunk a magyarjainkra. Pap Levente, köszönöm szépen, hogy vendégem voltál. Én is köszönöm. Kedves nézőink, a 2012-es Eurovíziós dalverseny lesz az 57. a dalversenyek sorába, amit Azerbajdzsán fővárosában, Bakuban rendeznek meg. És most következzenek természetesen felvételről a magyarországi nemzeti döntő finalistái. Thank you.
just one place you can say it's all the same. You may feel hatred dissolves. We can show it's no way to go. This is the same. This is